Vas Lászlót 2020. július 1-én nevezték ki az MTK Hungária FC szakmai igazgatójának. A rutinos szakember, aki férfi labdarúgó csapatunk stábját segítette játékos megfigyelőként, konkrét elképzelésekkel vágott bele az új kihívásba. Elengedhetetlen számára, hogy a lányok folyamatosan fejlődjenek, legyen szó U14-es, U16-os, U19-es vagy éppen felnőtt játékosról. Tavaly nyáron más változás is volt a klub házatáján, a korábban a Nyíregyháza és a Budapest Honvéd színeiben az NB1-ben is futballozó Sranc Balázs vette át U19-es csapatunk irányítását. Balázs teljes mértékben máshogy áll hozzánk, hisz lányokkal még nem dolgozott, mi vagyunk az első lánycsapata, és szerintem ahhoz képest teljes mértékben jól kijövünk, nagyon megért minket, és egyben mi is próbálunk neki mindig teljes mértékben megfelelni, szóval amit kér tőlünk, azt próbáljuk minél előbb a pályára tenni, és minél jobban számára, hogy az edző az legyen egy példakép, legyen egy minta, és nézzenek föl rá, és vezérfonalakat és vezérvonalat kell adni emberileg is és szakmailag is. Na most ennél a korosztályán nagyon lényeges már, mert a legnagyobb veszélyben vannak, ugyebár a felnőtti válás első kis lépcsőfokán vannak, nagyon oda kell rájuk figyelni. Szerintem nagyon jó edző, és ha bármi probléma van, akkor meg tudjuk vele beszélni. Jó hangulatban telnek az edzések, nem szigorú, de megköveteli a komoly munkát. Az új vezetőedző aktív pályafutását követően a futsal világában tevékenykedett, így teljesen ismeretlen közegbe érkezett, de szakmai igazgatónkat és őt is azonnal magával ragadta a lányok hozzáállása. Szenvedélyesen szeretik a játékot, és nagyon-nagyon fogékonyak, nagyon szép jövő elé nézhetünk. Az MTK-nál is, de a magyar női fociba is látok óriási fejlődési lehetőséget. Valóban egy teljesen más közeg, valóban lelkük van a lányoknak, nagyon éhesek a sikerre. A csapat két meghatározó játékosa, Berencsi Boglárka és Rácz Jázmin kiskoruk óta a labdarúgás szerelmesei. Igazi vezéregyéniségek mindketten pályán belül és kívül egyaránt. Az elmúlt években mindig az első két helyen ott voltunk, és most ugye nyilván kicsavarodott a csapat teljes mértékben. Új edző, új játékosok, nagyon kevés játékos maradt itt a régi csapatból, ugyanúgy szeretnénk ott maradni az első kettőben. Nyilván ez hajt minket minden edzésen és minden mérkőzésen. 18 góllal vezeti a góllövő listát, forgalmas lány és igazi vezére a csapatnak pályán kívül és pályán belül is. A fontos szituációban oda mer állni, akár 11-eshez, akár szabadrugáshoz is meccseket tud eldönteni, fontos meccseket. Csapatként úgy gondolom, hogy nagyon jól együtt tudunk működni, és meg tudjuk beszélni, ha valami probléma adódik. Edzéseken is odafigyelünk, a legjobbat nyújtjuk. Jázmiról azt kell tudni, hogy egy nagyon értelmes lány, kimagaslik azzal, hogy ballábas, ami nem, hogy a fiúk között, még a lányok között még nagyobb ritkaság, úgyhogy ő is nagyon szorgalmas, és kicsit egy a csapatnak ilyen kis humorzsákja, azt mondom, hogy rá is nagyon nagy szükségünk van. Nagyon élvezem a pályán való létemet, és akkor kikapcsolok, és csak arra gondolok, hogy mennyire szeretek focizni. Te vagy! Épp a vége! Egyszer megpróbáltad jobban is. Az utánpótlásban nem az eredményesség az elsődleges, hanem hogy lássuk, komoly szakmai munka mellett honnan hova jutott el egy futballista, ebben a folyamatban is kiemelten fontos szerep hárul Sranc Balázsra, aki szerencsére hamar megtalálta a lányokkal a közös hangot. Abban is gondolkoztam, hogy közel vannak a felnőtt korosztályhoz, minél hamarabb, minél gyorsabban meg kéne őket tanítani a felnőtt futballra, hogy alkalomattal, hogyha oda kerülnek, akkor ne érje őket meglepetés. Most a téli felkészülésben azért volt olyan, hogy 6-7 lány fölment edzőmeccsre, úgyhogy talán ebben is jó úton járunk. Az pont az az ütem volt, amikor átvetted? Ha lehet, akkor saját nevelésű játékosok beépítése, ami az előző évben már megtörtént, mert ott azért 4-5 játékos a Sumi Dóra féle csapatból, 19-es csapatból most már kőkeményen erősíti az első csapat keretét. Nem mindenki vált alapemberré, de azért 2-3 alapemberré váltak, és ezt is akarjuk mi tovább úgymond erősíteni. Láttam, hogy amikor jött egy-két kudarc vagy veresség, akkor nagyon megviselte a lányokat, és akkor én is kapcsoltam egy picit az agyamon, hogy oké, hogy utánpótlás, oké, hogy nem kimondottan az eredmény, de ezek a lányok nyerni akarnak, úgyhogy a tavasznak úgy megyünk neki, hogy minden meccset meg akarunk nyerni. Következő műsorunkban az MTK Hungária FC U16-os és U14-es együttesét is bemutatjuk.